Április 1-ét a köznyelv jelenleg a bolondok napjaként tartja számon. Ezen a napon az emberek gyakran megviccelik egymást, illetve különböző csintevéseket eszelnek ki. Magyarországon a 20. században jött divatba, ám igazán komoly hagyománya nincsennek a szokásnak. Az év negyedik hónapjának első napján a humor és a másik megviccelése játsza a főszerepet sokak, főleg a gyerekek életében. Ilyenkor az emberek igyekeznek túljárni a másik eszén és kínos, ám mégis vicces szituációba hozni embertársaikat. Már az április elsőjének kisebb kultusza alakult ki, de az általunk megkérdezett szakértő szerint ez a szokás főként külföldről jött be hazánkba. megtudtuk, hogy a a magyar néphagyományban ugyan vannak különböző példák arra, hogy valakit megvicceltek, de elsősorban Farsan környékén vagy a fonóban munka közben. Vannak néprajzi feljegyzések, hogy a, ilyenkor az emberek szerettek tréfálkozni egy kicsit, hogy megtréfálták egymást, becsapták egymást, vagy elküldték egymást olyan lehetetlen dolgokért, amiket lehetetlen beszerezni. Például én is gyűjtöttem ilyet, hogy elküldték violin kulcsérre a fiatal embert, ő meg elment a boltba, és hát természetesen jól kinevették. Ilyenkor szokták is mondani azt, akit megtréfálnak, hogy április bolondja, május szamara,